A karcagi járási ügyészség vádat emelt egy 66 éves kumadarasi férfi ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A vádirat szerint a férfi 2020. június 17-én Kunmadarason az édesanyjával és két testvérével közösen lakott kertes családi ház konyhájának a falát szerette volna kijavítani. Azért, hogy a gáztűzhely mögötti falfelülethez hozzáférjen, leszerelte a készüléket a gázvezetékről. Ennek során azonban a gázvezeték nyílását szabadon hagyta, arra nem helyezett végelzárót. Két nap múlva, június 19-én a reggeli órákban a férfi édesanyja véletlenül megnyitotta a gázvezeték golyós csapját, és a konyha légterébe kiömlő gázt egy elektromos szikra berobbantotta. A fellobbanó lángok az idős hölgy testfelületének 10-19%-án, arcán, nyakán és kezein első és másodfokú égési sérüléseket okoztak. A baleset azért következett be, mert a szakképzettséggel nem rendelkező férfi a gáztűzhely kikötésekor nem tartotta be a gázszerelői tevékenység szakmai előírásait. A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével próbára bocsájtás intézkedést alkalmazzon a férfival szemben. Az ügyben első fokon a karcagi járásbíróság fog dönteni.